Kacsó István, művész nevén Kacsó Fugészu, grafikus és Toró Anna Mari festőművész kiállítását tekinthetik meg március 6-áig az Eötvös 10 közösségi és kulturális színtér első emeleti galériájában és a Pince galériában. Kacsó István nyitott a misztikumra, a mágiára, a pszichoanalízisre, a keleti kultúrára, a természet és az ember kölcsönhatására. Mottója: fedezze fel az érzékelést, nem fog hinni a szemének. A kiállítást dr. Feledi Balázs művészetkritikus, művészeti író nyitotta meg, amelynek pillanatait stábunk is rögzítette. Ebből láthatnak most egy összefoglalót. Hatalmas öröm először is, hogy a 6. kerület és az Eötvös 10 meghívott, és tulajdonképpen nekem Budapesten ez az első nagy bemutatkozásom. Én rengeteg időn keresztül rajzfilmes voltam, mint fő vágás, és nagy örömmel tértem vissza az eredeti csapásomhoz, a képzőművészethez, és mint képzőművész most mutatkozom be Budapesten tulajdonképpen ilyen nagy kiállítással először. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A kiállításról nagyon fontos megjegyezni, hogy két mottó van, amit érdemes megkeresni annak, aki eljön ide meglátogatni a kiállítást, mert egy nagyon jó vezérfonalat ad ahhoz, hogy értelmezze a kiállítást. Természetközeli, emberközeli, nagyon sok dimenziós, egy igazi időutazás mindenféle szempontból. Vannak olyan képeim ugyanis, amik egészen fiatal koromból vannak, tehát azokat az energiákat hordozzák. Abszolút most is vállalom őket, és nagyon érdekes a párhuzam az újabb képekkel. Itt majd kíváncsi vagyok, hogy ki hogy fogja ezt érzékelni esetleg a nézők közül. Címeket adtam, mint mindig adok, hogy legyen egy kis támpont, amin elindulhatnak, de felhívom a figyelmet erre a két mottóra, abszolút egy nagyon jó idegenvezető ezen a tárlaton. A kiállításnak is elég lényeges fonala a révület. Tehát az a tudatállapot, ami egy kicsit ünnepi, egy kicsit a hétköznapokból kiemelkedik, az alkotásnak általában a megszokott halmazállapota, de nekem minden képem tulajdonképpen úgy születik, hogy egy ilyen beszélgetés az anyaggal, nagyon sokféle anyaggal dolgozom, azt majd a látogatók látják, a ceruzától, az akrilon keresztül, a zsírkréta, pasztelkréta, olajfesték, mindenféle technika van, és nagyon szeretek a technikák segítségével beszélgetni a papírral. A gondolataimat így megfogalmazni, mindig természetközeli dolgok azok, amik érdekelnek, és mindig az emberi vonatkozások azok, amik érdekelnek leginkább. A kiállítással kapcsolatban, amit mondod, hogy készültek, tehát tulajdonképpen nem kiállításra készültek ezek a munkák, mert hogyha jól megnézzük a dátumot, akkor a 80-as évektől, 90-es évek elejétől van, ami folytatólagosan, talán még most sincs befejezve, de olyan is van, ami már mondjuk be van fejezve. Nagy Pál tanárunk mondta mindig, hogy elkezdeni könnyű, de hogy mikor fejezed be, az nehéz. Na hát itt nem mindegyiknél tudom, hogy be van-e fejezve. Különben a klasszikusoknál és a művészeknél található olyan téma, hogy időnként újra feldolgozzák. Akár, emlékszem, Onikorn is, de az lehetett a nőnek a fonott Zófia. Tehát attól függ, hogy az a téma, hogy kísért el az életébe. Na most nekem a vessző paripán viszont, hogyha oda lyukadunk ki, akkor a fa és a víz anyagában, és a nagyszüleim anyai részről, akik nyárádmentiek voltak, és a nagyapám mindig ilyen rébuszokat tett fel, mint városi kölyöknek, kicsi kölyök voltam, hogy a bunda melegebb a tűznél. És mondtam, hogy hát nagy totát, hogy lehet ilyet mondani, ugye hát én már akkor tudtam, hogy a tűz az nagyon forró. És akkor mondta, hogy hát vedd fel, és menj melléje. Tehát ezek az emberek neveltek fel, és nagyomától is ilyeneket hallottam, hogy Gábor Áron, Márton Áron, Tamási Áron, nemzetnek az éke mind a három. Tehát én szerintem is, akik ősi vita ez a behavioristák és a genetikusok között, hogy melyik fontosabb, én állok az 50-50 százaléknál, bár időnként azt mondom, hogy tényleg a tanultak azok, mintha abból többet táplálkoznánk, hogy mit csináltam mamám, papám, nagyapám, stb. Come down.
függetlenségében tud maradni. Nem is szaporítanám én többet a sport. Furcsa, szokatlan megnyitónk lesz, mert hogy elindul itt egy folyamat, azonnal átadom a szót dr. Feledi Balázsnak, aki művészeti író, művészetkritikus. Ő megnyitja Anna Mari kiállítását, elköltünk egy pohár tesgőt, és utána lemegyünk a pincébe, lehet lyukás, lehet a, akinek fögébb a lába, az majd gyalog, két szintet kell lefele mennünk. Megnyitjuk ezt a kiállítását. Átadnám a szót. Köszönöm. Köszönjük, uraim, kedves barátaim, labdázgatunk neked az üvegbolygóval, mert az nagyon jó. Nagy szeretettel üdvözlöm önöket, benneteket, és nagy öröm, hogy Anna Mari kiállítását nyithatjuk veletek. Most több kollégával is beszélgetünk a délután. Fantasztikus, hogy ilyen sokan vagyunk, hogy mi itt, hogy a kortárs művészeti kiállítás nyílik most Budapesten, de hogy itt körbenézek, kitűnő közönség között téged és titeket. Bizonyos vagyok abban, hogy ez most egy művészettörténeti pillanat, kedves barátaim, ahol most itt vagyunk az 5-ös 10-ben, és pár órát eltöltünk együtt, hiszen világá kültölhetjük veletek, önökkel együtt, hogy Toró Anna Mari és Kacsó Fugecó István itt kiállítást rendezés. Valóban, ahogy elmondta a kolléganő, és a meghívóból idézhetnék, de nem idézek, mert a meghívóban még úgy van föltüntetve, hogy közös kiállításra vagyunk hivatalosak, és hála Istennek többről van majd szó, és Anna Mari és István két külön kiállítást rendez, és egy kis szójátékkal, de ennek nagy jelentőséget tulajdonítok, nem hogy nincsenek egy térben, de nincsenek egy szinten. És ennek a mondatnak nagy jelentősége van, amit én úgy gondolom, hogy többféle módon lehet értelmezni. Én az egyikért tudom, hogy ennek mire gondolnak, de én azt mondom, hogy nincsenek egy szinten, hiszen Anna Mari itt fent van ebben a levegős, természetes fényű, ablakos és festett falu térben, és tulajdonképpen itt leveg kicsit a magasban. István Fugecú pedig lent a Pince galériában, az esetleg levegőtlen, csak mesterséges fényű, tehát sötét, ablattalan, festetlen térben szorong a boldog aktivitása 63 művében, bezár minket egy végtelen benyitott világba, de erről majd egy óra múlva, ez most csak az érdeklődés felkeltése volt. Most itt a valóságos művészet történeti pillanat, hogy Anna Mari, ha jól beszélgettünk, és erről, és ahogy én is figyeltem, hogy itthoni magyarországi első valóságos önálló képzőművészeti kiállítása önállóan. És hogy ezeknek a szavaknak jelentősége van, felvillantom csak, bár a jelentősen itt régi ismerősei vannak itt most velük, hogy a munkáit ismerhetők, felbukkantak a munkái sok kiállításon, jellemzően ugye csoportos kiállításokon, de valóban így most ilyen koncepciózusan végig gondolva és visszanyúlva a messzi múltba, merem ezt a szót használni, ilyen ez tulajdonképpen első alkalommal történik meg, és ami most már utalás egy szakmai múltra, hogy kilépett teljességgel egy animációs világból. És akkor, aki hát nem tudná, de hát tulajdonképpen mindenki tudja, hogy ő, most a nevekről van szó, hogy ő nem Kovács, nem Nagy, nem Horváth, hanem Toró. Most nagyon, ez nekem, még amikor nem is ismertük a erdélyi olvasmányainkból meg, hogy a Toró kezdetük nagy ember. Úgy mindenhol a fizika és a művészet, úgyhogy ez még régebben nem volt, és hogy hát tudjuk, hogy a Marosvásárhelyi Líceum az milyen fontos volt, és hogy mennyire abszolút képzőművésznek készült, de már akkor, mert azért ma itt is ennek is jelentősége van, természetesen rajzfilmesnek és animációsnak is. És voltak ugye már otthon is ilyen kísérletek, és azért ez fontos látom, hogy 1983-tól él Magyarországon, és hát életeket a évtizedei Kecskeméthez kötötték, sok filmnek, sorozatnak volt nélkül összetetlen munkatársa és sok jeles rendezőnek, és aztán újra manifestálódik, vagy ezzel együtt a képzőművészeti érdeklődés, és ime most a meghívón, ugye már ezt olvassuk, hogy,
hogy festőművész. És tulajdonképpen valóban így van. A világos tiszta térben egy nagyon elemes színű, jellemzően a pasztel kréta használatra utalok. Munkák nagyon sajátos, újra mondom, talán ez a szó lebegéssel, de majd nem véletlenül, mutatkozik itt be. A beharangozó füzetkében olvasható az a pár sorot, amit szeretnék megosztani önökkel, lehet, hogy nem mindenki olvasta, mert ragyogó négy sor, tőle idézem vagy öt. Áldásnak érzem, hogy gyerekkori kíváncsiságomat kísérletezőketemet megőrizhettem, és hogy a teremtett világot benne minden élettelennel és élővel, kiemelten az emberrel, csodálatosnak látom. Nos, azt gondolom, hogy ez a pár sor, bár van még, lesz még két kis idézet, amit itt eldugott Anna Mari, de itt ezek nagyon fontosak, a kiállításon is a kíváncsiság. Azt gondolom, hogy egy művésznél nélkülözhetetlen, ez benne nagyon megvan, a kísérletezőkedvről is ír. Nagyon izgalmas ez a szó, a teremtett világ, de a teremtett világ, de az a világ, ami őt körbevette és körbeveszi, az élővel, az élettelennel és az emberrel. És hogy mindez csodálatosnak látja. Ez az emberi lényeg és ez a természeti lényeg, ez nagyon átlengi ezt a kiállítást. És hát természetesen itt a fal előtt pedig különösen is látva a címeket és az egész atmoszféra, hogy itt most a tátos világa vesz minket körbe. Egy olyan tátos világ, amelynek mindannyian részesei leszünk, hiszen nem csak a tátos, hanem mi magunk is valamiféle kiválasztottá váltunk azzal, hogy itt vagyunk, és valamiféle beavatási szertartásnak a részesei vagyunk. Itt most nincs performance a szónak a 21. századi értelmében, de mégiscsak van valami gondolati, valami spirituális performance, amit most jelen esetben beavatásnak hívunk, mert hiszen Anna Mari a munkái nagy részéről is erről beszél, és amikor a tátos probléma itt van előttünk, és a ítélkező és a varázshatalmú, akkor feltétlenül fontosak, amire művek szólnak itt több is, hogy a révülés, a révület, tehát az a fajta tudat, ami rejtezkedik is, és manifesztál is sok minden számunkra, és amely az álomnak a jelentőségét mindannyiunk számára fölértékeli. Használnám ezt a szót, ami egy lélekutazás, ami ezen a kiállításon nagyon jelen van. Most nem a kacsó kiállításról beszélek, hanem Anna Mariéről, mert azért érintkezési pontok vannak, és hogy valahogy a dimenziók, ugye sok olyan mű van, aminek ugye az utalása beszél a tátos problémáról és a kiválasztottságról, és a dimenzió közötti kapcsolatot képes megteremteni. Ilyen értelemben valahogy a túlvilági hatalmakkal is kapcsolatot teremt a múltból, és azt gondolom, hogy a jövő felé is. Tulajdonképpen nagyon izgalmas ez a világ, ami a végtelenben, a univerzumban oldódik fel, amely sok esetben számára úgy érzem a természettel azonos. Számunkra tehát itt nagyon fontos ezen a kiállításon Anna Mari kapcsolatteremtő képessége, mint művésznek a tapasztalt világ és a tapasztalaton túli világ, mondhatjuk a transzcendens között. Nagyon fontos a talán racionális és a talán irracionális tartományok közötti kapcsolat. Nagyon fontos a mélység, ami ahonnan gyökerezik. Meg is nevezhetjük esetleg Hargitának vagy Erdének, és az a magasság, ahova képes a munkája által fölemelni minket. És említem, az élők és a halottak világa. Valahol itt a munkáiban, amikor megjelenik az emberi csontváz és az emberi szerkezet, akkor ebben nem csak az élő, hanem a testileg már pusztult maradványaiban felmagasztasodó emberis jelen van ezeken a műben. És hát mint volt animációs rendezőnek, vagy nem is tudom jelenleg is, de akkor azért mind a kettő igaz, ki kell mondani, hogy valahogy számára nekem legalábbis mesél, hogy tudjuk, hogy a mesékben rengeteg szörnyűség is van, de pont ez az izgalmas, amikor a meseszót kivagyjuk, mégiscsak ilyen pozitív konnotációink vannak, és most tegnap este a netről megnéztem a Csiribili című munkádat, 1987-ből. Tessék, az kecskemétlen, Csiribi, igen, bocsánat, igen, Csiribi.
és hogy mennyire izgalmas, eltelt több mint 30 év, az egy mozgó világ, és egy egészen más világ, és hogy mégis az ember nem tud kibújni a bőrjéből. És akkor itt egy mondat, hogy nagyon érdekes, ezt nem is tudom, elemezték-e már a kortárs magyar művészetben, hogy a magyar animációs filmből vagy filmmel együtt milyen fantasztikus képzőművészek jöttek létre, vagy együtt, szimultán módon. Hát ugye Orosz Pistát, Jankovics Marcel, Gyulai Lívusz, Uram Bocsász, Szilágyi Varga Zoltán, Toró Anna Marit. Tehát hogy ez nagyon érdekes, akik animációban látják művész útjuknak egyik lényegét, ugyanakkor pedig milyen univerzális alkatokért más módon is itt vannak. Ez a kiállítás tehát nagyon visszatekint, ahogy látjuk is a formai karakterben. Nekem nagyon tetszenek az akvarellek, ezt még azt mondtad, hogy még otthon keletkeztek. Tehát akkor még 83 előttből, de nagyon jó, hogy itt vannak. Nagyon jó, hogy egy mappából előkerültek régi munkát az elmúlt időkben. Fantasztikus a művek sorsa is, amely számára is meglepetés volt, és hogy ezeket itt most láthatjuk, és írhatjuk részei ennek a beavatási szertartásnak. Gyönyörű itt mögöttem ez a felnagyított átos. Ez mutatja azt, hogy ott van a kisebb változat, hogy amikor a printer, a dimenziók megnagyobbodnak, lehet, hogy nem a legjobb a felbontás, és talán bizonyos értelemben a tökéletesebb a kicsi, de mégis ennek a munkának olyan szuggesziója, olyan jelentősége van kiegészítve, tulajdonképpen szakrális utalásokkal, ami mindannyiunkat nagyon meggyőz arról, hogy egy igazi, mély alkotó munkáit látjuk. Hadd említsem meg, hogy a hátsó falon lévő természet, itt talán a tátos probléma, ott pedig a természetben és valamilyen módon a múltunkban való elmélyülés, amiért két pici munkára utalott nekem a Krízis és a Nagyanyám című munkát, gyönyörű kis festett művek, erre a teljességre utalnak, ami ezen a kiállításon nagyon fontos. Ugye a hátsó műnek két nagy print van ezen, ugye annak a címe az, hogy a teremtés biztonsága, és valóban ez így van, hogy azonosulunk azzal, hogy ez a természet biztonsága is, és mondjuk ki ez, végül is a Hargita biztonsága is. Jó látni a képek között Kacsó köszöntőjét még 2002-ben, akkor még csak 50 éves volt a mester, hogy rajzszeruzával is milyen ragyogóan rajzolta meg a köszöntést Anna Mari. És általában a nagy és kis munkák, a paszterkezelésének a fantasztikusan igényes volta, ahogy ezzel a finom árnyalataival és mély drámáknak a megszólaltatója elsősorban ezzel a falon. Én azt a szót is használom, hogy egy ilyen metamorfózis, folyamatos metamorfózis tanúi vagyunk. A átalakulás az egyik világból a másik, egyik formából a másik formában, mert a világ az talán mindig azonos, és egyfajta csodálatos átváltozás tanúi is vagyunk. Megállapodtunk abban, és örömmel teszem, hogy két olyan idézet van még itt kint, ami Anna Marinak nagyon fontos, ma kevesen fogják elolvasni, ezért hallgassák meg tőlem. Az egyik, ami Jungtól származik, és nagyon, nagyon megmutatja azt, hogy ő etikailag, most ezt a szót ma még nagyon mondtam ki, de Kacsónál is valószínűleg ki kell ejteni, hogy az az etikai viszonyulás a művészethez, mint olyanhoz, ez egészen varázslatos. Teljesen felkészületlenül lépünk az élet délutánjába. Ami ennél is rosszabb, hogy ezt a lépést azzal a heves előfeltételezéssel tesszük, igen, kevés, hogy igazságaink és eseményeink ugyanúgy szolgálnak minket, mint eddig tették. De nem élhetünk az élet délutánján a reggel programja szerint, mert ami reggel nagyszerű volt, este kevésnek bizonyul, és ami reggel igaz volt, este hazugsággá válik. Nem azt mondja a szöveg, hogy válhat, hanem válik. Vagyis tulajdonképpen az úton folyamatosan úgy kell menni, hogy ahogy én értelmezem, vissza a metamorfózisra, és ugye egy változás, egy újulás, amiben van valami olyan erkölcsi alap,
ami nagyon tiszteletre méltó. Most azt hiszem este van, de nincs hazugság mégsem ezekben a művekben, hanem igazságok és eszmények vannak, ami felértékeli ezt a magatartást. A másik szöveg az pedig szintén egy olyan alapállást mutat, ami itt olvasható. És kinek is a szövege? Mert amerikai regényírót feltételeztük. Igen. De egy kvíz, hogyha valaki tudja pontosan, hogy honnan van az idézet, nagyon van utat. Nagy vagy a macska bölcső, vagy valamelyik. Na, ha rájön valaki, mert oda ki is van téve, hogy a fiatalság gőgével, tapasztalatlanság minden tudásával, a résztudás vakmerőségével azt gondolja, vele kezdődik a világ. De nagyon jó szöveg, na most, hogy ezt Anna Mari így akarja hangsúlyozni, ezzel a mai kiállításon ennek megint csak nagy jelentősége van, és ez is számomra egy etikai alapállás sugároz. Kedves barátaim, hogy miért Quantum PC vagy Quantum a kiállítás címe, arról majd lenne a kapcsolatításon, de itt most maradjunk a minőségnél, mert a Quantum a mennyiség. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy nyitható a kiállításodat ilyen hangulatban, nagy szeretettel köszöntelek és nyisod a kiállítást. Köszönöm szépen! Tényleg akartam pár szót én is szólni, de mindent elmondott Balázs. A mottókat akartam én is kiemelni, hogy az egész kiállításra egy vezérfonal lehet, egy segítség lehet a képek értelmezésében. Viszont akkor már meg szeretném köszönni az Ötvös Tíznek, meg szeretném köszönni a családban annak a sok kicsi, nagy, még nagyobb, kisebb szponzorálásnak, ami létrehozhatta ezt az egészet, és nagyon jól éreztük magunkat itt. Nagyon nagy munka volt, és kicsit ezért ziláltabb vagyunk, de nagyon-nagyon örülünk. Nem látszik. Nézzük, aki még nem látta, nézze meg, mert utána kocintunk azt hiszem egyet, és lemegyünk akkor a pincébe a másik élményre. Thank you.
nem kéne indulni, meg megházasodni. De még az a kérdés, hogy kit kéne elvenni. Ajjajjaj! Nem, ha látom, hogy elalszik halálom a
kacsuka lesik, azért lesik halálomat, vegyik el a galambomat, de én azért se halok meg, hogy a szívük szakadjon meg. A szemem könnyezik, az én szemem sűrű felhő, onnan ver engem az eső, hull elhőmbe, hull a földre, hull a gyászos kebelemre, árkot mos a két orcámon, mint az ápor az utcákon.